Napot kívánok, sziasztok! Ez a regény a Journey to Star Wars The Last Jedi projekt keretében jelent meg, ami Canto Bight városával kapcsolódási pontot szolgáltat a filmhez. A novellákban több olyan szereplő is feltűnik, akik a film kaszinó jelenetében tették tiszteletüket. A kötetben 4 novella található, melyek ha nem is Mos Eisley mesék szintjén, de már kapcsolódnak egymáshoz egy másik itteni történetben feltűnő karakterek, apró felbukkanása révén. Az első novellában a Vaportek vállalat év páracsapda értékesítője, a vermai fajba tartozó Catpin Soklop nyeremény vakációra érkezik a Kantónikára. A naív férfi jókedvét az akadékoskodó, veszélyes, turistákra sakáként vadászó kétes alakok sem tudják letörni. Catpin mindentől elájul, odáig van a csillogástól. Az ő szemén keresztül látjuk, hogy mennyire fényűző életet élnek a gazdagok. A kaszkadagi bérgyilkos, Eng Leng, szabadúszóként elvállalja egy korrupt rendőr meggyilkolását, amihez morbid módon kívánja felhasználni Catpint, miután a férfi bizalmába férkőzött. Tetszett a történet morális vetülete, a bérgyilkosnak az ártatlanok felhasználásáról szóló elmélkedése. Ez a történet a karakterfejlődés miatt is tetszett, mert senki sem az, akinek elsőre tűnt. Az Álombor című novella főszereplője Derla Pidis, borszakértő, aki exkluzív borokkal vagy köréjük szőtt érdekes történetekkel kereskedik. A bolygóra egy értékes bor megvásárlása miatt érkezik, de erre nem csak a vevők szeretnék rátenni a kezüket, és nem is feltétlenül békés úton. A cselekményben hangsúlyos szerepet kapnak a Grammus nővérek, akiknek a jelleme nagyon irritálóra sikerült, ami tetszik, ellenszenvesek, kárörvendőek, ordít róluk a felsőbbrendőségi érzésük, amire még rá is játszanak a származási világuknak a titkolásával. Tetszett Derla azon elgondolása, mely szerint Canto Bight-ban hazugságban élve szívességekből fenntartott feudális hűbéri lánc épült ki. Viszont az még jobban tetszett, hogy egy másik szereplő is hasonló következtetésre jutott. A harmadik novella egy izgalmas, krimire jellemző elemeket felvonultató és gazdagok közti ármánykodással dúsított történet. Zord gyógyfürdőjének Dor Namesiai masszőrje Lexo dübegurul, amikor a városi tanácsos gyermekének elrablásával zsarolja. Lexo próbál higgadt maradni, de egyre nehezebben uralkodik elfojtott gyilkolás iránti vágyán. A Facier kedvelő Lula megtalálására tett kísérlete során izgalmas akciójeletek mellett a galaxis aktuális politikai helyzetét kihasználók ügyeskedése és a gazdagok egymással vívott vetélkedése is szóba kerül. A kötetet John Jackson Miller novellája zárja, melyben a Canto Casino Heptuini alkalmazottja Kaljak Sonmi különféle szerencsijátékok, leginkább kártya révén próbálja meg rendezni adósságát és visszaszerezni űrhajójának tulajdonjogát. Ehhez a férfi kidolgozott a kártyák számolására épülő szisztémát, mely a rögeszméjévé vált. Amikor az események kezdenek kicsúszni az irányítás alól, például át kell ülni egy másik székre és így hátrányba kerül, akkor eluralkodik rajta a kétségbeesés. Ebben a történetben kulcs szerepet töltenek be a Suerton fajba tartozó szerencsés hármak, akik először számomra annyira komikusak és esetlenek voltak, mint 3PO és Jar Jar Binks szerelemgyereke. A stratégia, melyet a különböző vagyoncsökkentő játékok során alkalmaznak, azért vicces, mert elképesztő őrültség. Ebben a történetben is megjelenik, nincs nagyon kifejtve, de észrevehetjük, hogy Canto Bight a gazdagok, szépek, kiváltságosok kirakata, ahol a dolgozó nép droidok vezette járművel vagy gyalog közlekedik. Talán a legjobban a Ne szólj szám, nem fáj fejem című harmadik novella tetszett az akció és a politikai ármánykodás miatt. Az egész kötetben nagyon díjazom, hogy a legtöbb szereplő nem ember, és ezáltal adja azt a Star Wars feelinget, ami megvan Chalmun kocsmájában és az előzmény trilógiában. Fontos megemlíteni, hogy ebből a kötetből felületesen ismerjük meg, milyen az élet Canto Bighton, és ezt is csak a sorok között elszórt információk révén tudjuk. Összességében jobban tetszett, mint a bizonyos szemszögből kötet,
de nekem ez csak közepes olvasmányélményt nyújtott. Nektek mi a véleményetek erről a kötetről? Melyik a kedvenc novellátok, és melyik a legkevésbé szimpatikus? Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, sziasztok!